Köszöntöm a Pécs TV nézőit, önök a Városi Televízió kulturális magazinját látják. Mondhatnánk úgy is, hogy ez a belépője a Lokártnak. Cipőfantáziák címmel különleges kiállítás nyílt a Pécsi Galériában, a közelgő képzőművészeti fesztivál felvezetőjeként. A Lokártot második alkalommal rendezi meg a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. Vizuális Művészeti Centruma, párhuzamosan a több évtizedes múltra visszatekintő Sétatér Fesztivállal. A virtuális cipőmúzeum holland alapítója, Lisa Snook gyűjtő, valamint Amber Ambrose Aurel holland tervező közös tárlatához csatlakozott még az izraeli Kobi Levi lábbeli designer, így állt össze a Pécsi Galériában látható színes kavalkád. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy Pécset megjelenhet egy ilyen kiállítás, főleg azért, mert újra nemzetközi szintre emelhetjük városunkat ezzel a kiállítással is. És ahogy beléptem ide a terembe, és megláttam ezeket a színes, remek műveket, gyakorlatilag elvarázsolt az egész, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy látogasson el ide a Pécsi Galériába, és nézze meg ezt a cipőkiállítást. Mert hogy ez egy felvezetője is egyben a Lokárt művészeti fesztiválnak, illetve hát a nyári programoknak, hiszen itt most fesztivál dömping lesz. Pécset, Lokárt, Sétatér, Sétatérmozi Fényfesztivál, sűrű lesz a program. Így van, hamarosan kezdődik a pezsgő nyári fesztivál szezon, úgyhogy bízok benne, hogy minden pécsi és minden ide látogató jól fogja magát érezni városunkban. A Lokárt június 21-én indul, de a prológ már halad. Egyrészt június 6-án megnyílt az Illúziók Múzeuma a Zsolnay Kulturális Negyed laborjában, másrészt itt vannak a cipőfantáziák, melyek 9-e óta várják a csodálkozni, meghökkenni, álmélkodni vágyókat a Pécsi Galériában. Fekete Valéria arról is beszélt a Tónusok stábja előtt, hogy a tárlat miképpen jutott el Pécsre. Néhány évvel ezelőtt Bécsben a Kunsthausban láttam a Shooting Stars című kiállítást, aminek ugyancsak Lizaék volt a kurátorai, és nekem rettenetesen tetszett, mert azt gondolom, hogy annyira friss, annyira vidám, annyira érdekes, annyi sok furcsaságot mutat meg az emberről és a cipőkről, hogy ezt így elraktároztam a fejembe, hogy ez jó lenne egyszer, hogyha mi is meg tudnánk mutatni, és így vettem fel a kapcsolatot tulajdonképpen velük. Tudva, hogy a Lokárt témája az illúzió, azt gondoltam, hogy akkor én kifejezetten azt kérem tőlük, hogy az illúzió témájára válogassanak cipőket. És hát ezektől a cipőktől sem az illúzió, sem az álom, sem a furcsa szürreális képzetek egyáltalán nem állnak messze. Olvastam is egyébként, hogy a Lokártnak kvázi felvezetője ez a kiállítás, a megnyitó, illetve holnaptól 9-től látogatható. Így van, lényegében mától, június 8-ától kezdődik a Lokárt ezzel a prologgal, ami a cipőfantáziák, shoe fantasies kiállításnak a megnyitója, és azt gondolom, hogy ennek az a célja, hogy ráhangolja a közönséget egy kicsit az illúziók világában való kalandozásra, ami a Lokártnak a fő témája lesz. A Lokártról természetesen beszámolunk a Tónusokban. Most így hó elején kérdezem, hogy hogy álltok az előkészületekkel, minden sína? Van egy számlálunk a honlapon, lokárt.hu honlapon, és ott már csak 14 napot mutat, úgyhogy azt gondolom, hogy ahhoz képest jól állunk, hogy már csak 14 nap van, de nagyon keményen kell dolgoznunk még. A külső helyszíneken az installációk építése folyik, jelenti ezt a Király utcai helyszíneket, a Zsolnay negyed különböző pontjain lesznek installációk, illetve kiállítások, nem csak az M21 galériában. Ezeken a helyszíneken már hétfő óta folyik a munka. Az M21 galériában pedig a hétvégétől installálunk. Nehezet kérek, de hogyha néhány mondatban egy szinopszist kellene mondanod, akkor mivel invitálnád a közönséget a második Lokártra? A második Lokárt immáron nemzetközi kitekintés. Vendégeink lesznek a francia testvér, illetve partnervárosok, illetve eszék az 50 éves testvérvárosi kapcsolatok apropóján. Nagyon izgalmas válogatás lesz a hazai művészektől, illetve a pécsi művészektől, tehát azt gondolom, hogy ez most a pécsi művészetnek a nemzetközi kontextualizálása lesz ez a Lokárt. Nagyon sok izgalmas, egyedi, furcsa és mindenképpen az illúziók témájába besorolható művet fognak látni.
Ambrose flamand designer és művészettörténész, aki különleges, égig érő sarkú cipő terveivel vált ismertté a világban. Amint olvasom, munkáiban a divat és a művészet határait kutatja, megkérdőjelezi a társadalmi elvárásokat és új univerzumok felfedezését, új látásmód kialakítását sürgeti. Tervezőként hidat szeretne építeni a művészet, a divat, az emberi test, a kultúrák, a kézművesség, valamint a fenntartható, innovatív technikák és anyagok iránt elkötelezettség között. Hollandiában és Kínában tanítja az új tervező generációt, de kiállításokat is rendez, és előszeretettel dolgozik olyan koncepciókon, amelyek összekapcsolják az embereket és elvarázsolják a nézőket. No és az első kérdés, na, hogy az, mikor kezdődött a barátsága a cipőkkel? With shoes. A cipőkkel? Úgy gondolom, hogy attól a naptól kezdve, hogy járni tudtam. Mindig a nagymamám cipőit viseltem, nagyon magas sarkúak voltak, én meg még kis totyogós voltam, de már ezekben mászkáltam, ezekkel játszottam, szóval korán beleszerettem a cipőkbe. De ezután természetesen folytatódott. Művészeti iskolába jártam, cipőtervezést tanultam, fejlesztettem a cipők iránti szerelmemet még tovább. My master shoe design, and I developed my love for shoe even further. And why is this? És miért ez a szerelem? Említette a nagymamáját, de azt gondolom, hogy ez egy picit több ennél, ugye? It's a bit more, isn't it? Igen, természetesen, számomra a cipők nagyon érdekesek. Amikor cipőt viselsz, megváltoztatja a személyiségedet. Mondok egy példát, mondjuk épp egy nagy interjút adsz, és ha megfelelő cipőt veszed fel, az meg tudja változtatni a hangulatodat, a hozzáállásodat, az egész testbeszédedet. Tervezőként nagyon kedvelem, hogy egy ilyen egyszerű dolog így meg tud változtatni. Ha sportcipőt hordasz, magas sarkút vagy lapos talpút, ez megváltoztat, mint szemét. Ha egy férfit magas sarkúba bújtatsz, az is változást hoz. Nekem tervezőként nagyon tetszik ez a fajta játék. Is it your sentence or it's Lizá? Az az önmondata, vagy Lizáé, mi szerint a nő magas sarkúban veszélyesebb, mint egy csőre töltött fegyver. Azt hiszem az öné. Miért mondta ezt? Why do you say that? I think it is like... Ez egyfajta kettősség. Egyfelől nagyon törékeny vagy, ha magas sarkú cipőben jársz, megbotlasz, könnyen eleshetsz benne. Ugyanakkor, ha megfelelően viseled, akkor erős vagy és veszélyes. You own the heels and you're strong and you're more dangerous. How did you get here? Miképpen jutott el Pécsre? Hogy jött létre a kapcsolat? Ez érdekes történet, és szerintem Liza többet tud mesélni erről. Lizát meghívták, hogy hozza el a cipőkiállítást. Mi már dolgoztunk korábban együtt, így megkérdezte, szeretnék-e ismét együttműködni. Nos, így kezdődött. Együtt gondolkodtunk a koncepción, és az itt láthatókká fejlesztettük. Ez művészet és design, de tervez valós cipőket mindennapi használatra? No, it's a good question. So, for me, it is not like the most important thing that. Hát ez jó kérdés. Azok a cipők, amiket én tervezek, a művészet és a divat között egyensúlyoznak. Szóval, ha arról gondolkodsz, hogy ez most művészete vagy divat, ez egy tárgy vagy egy valódi cipő, amiben járni lehet. Nos, számomra tervezőként fontos, hogy viselhető legyen, mert enélkül az a bizonyos testi változás sem jön létre, ami fontos számomra. Nem vagyok biztos benne, hogy a cipőim mindegyikével el lehet menni naponta bevásárolni, persze van, amelyikkel igen. Aztán terveztem férfi esküvői cipőt az egyik barátomnak, másfajta esküvői cipőt más barátoknak, és jártak benne. Az egész a kiinduló ponttól függ. You will do that. Also, I designed some wedding shoes, like men wedding shoes for one of my friends, and also some wedding shoes for other friends, and of course they're walking on it. So it depends about my starting point. Megkérhetem, hogy mutassa meg a kedvencét a sajátjai közül. Nem, nincsen kedvenc darabom, mert mindegyik a saját gyermekem. Akkor inkább úgy, hogy a színgazdagok, vagy például a fekete, amit szeret. It really depends. Like I can say I like some concepts that I think are very strong, like I like to start from a starting point and design a shoe, so every shoe has. Attól függ, inkább koncepciókat szeretek, amikről azt gondolom elég erősek. Minden egyes cipő kaland számomra, az egyik azért, mert azt gondoltam, hogy a koncepció nagyon szép, vagy a művészi oldala.
Az egyik cipőt küzdelmes elkészíteni, a másik azért fontos, mert egy divattervezővel együttműködve készült, például az itteni kiállításon is van egy új projekt egy dán művésszel. Ez is nagyon klassz, mert ebben nagyon aktívan keresjük a határokat a divat és a művészet között. Szóval minden egyes tervezésem egy különálló aspektusa annak, amit szeretek. That's also really nice because it's really active looking for the border of fashion and art. So every of my designs it is like a different kind of aspect that I like. Lisa Snook az 1980-as években kezdte grafikai tanulmányait a Hágai Királyi Akadémián, és szinte mindent összegyűjtött, ami a cipőkkel kapcsolatos. Utazás közben talált hordható darabokat, cipőkről szóló könyveket, képeslapokat, cikkeket. Mindezekből 2004-ben partnerével létrehozta a Virtuális Cipőmúzeum webhelyet, ami egy digitális platform cipőrajongók és szakemberek számára, ahol tervező, szín, típus vagy anyag szerint lehet cipőket keresni. A honlapon megtalálható a Nap cipője, a közelgő cipőkiállítások listája és egy blog is, vagyis minden, ami cipő. When I was four and when I really could walk, I already fell in love with shoes and I got really beautiful shoes from my grandmother with little heel and I was so proud. Amikor 4 éves voltam, és már tudtam rendesen járni, addigra már szerelmes voltam a cipőkbe. A nagymamámtól nagyon szép cipőket kaptam, pici sarkakkal, és nagyon büszke voltam. Anyukám meg mindig magas sarkú cipőben járt. Aztán grafikusként tanultam Hágában, ekkor kezdtem el cipőket gyűjteni, illetve könyveket, posztereket és cikkeket újságokból, és lett egy szép nagy gyűjteményem képeslapokból, például cipők állatokkal, magas sarkú cipők órákkal, táncosokkal. Aztán utazásaim közben elkezdtem igazi cipőket gyűjteni. Then my partner Taco, he's a multimedia designer, and in 2004, when the internet really 2004-ben, amikor az internet igazán terjedni kezdett, a partneremmel, aki multimédia designer, elkészítettük az első digitális gyűjteményt. Összegyűjtöttem mindenféle információt a cipőkről, mire ő azt mondta, ebből össze tudok állítani neked egy weboldalt. Azt is mondta, hogy vegyem fel a kapcsolatot a tervezőkkel, a cipőmúzeumokkal. Én meg elkezdtem kreatív hobbiként foglalkozni ezzel. Így gyűjtöttem és osztottam meg információkat az általam kedvelt cipőkről és tervezőkről. Eközben nagyon sok emberrel találkoztam a világ minden tájáról, és nagyon jó leső érzés volt megosztani mindezeket. Interjúkat adtam napilapoknak, magazinoknak, és 2010-ben már kisebb valódi kollekciókat is bemutattam, például a német cipővásáron. 2 évvel később jött egy kínai delegáció, és megkérdezték, meg tudna ezt csinálni Kínában is? Én meg azt gondoltam, na nehogy meg tudom csinálni Kínában is. Szóval vagy 30 pár cipővel utaztam jó nagy bőröndökben. And after 2 years, there was a Chinese delegation, and they said, "Can you do this in China?" And then I thought, "Yeah, I can do this in China." So it was 30 shoes overseas in big suitcases. And then in 2012, the first big contemporary museum in Germany. Majd 2012-ben az első nagy német kortárs múzeum véletlenszerűen rám találta a weboldalamon keresztül, és megkérdezték, hogy összetudnék-e állítani egy nagy kiállítást valódi cipőkből. És így folytatódott szerte a világban, így már többé nem is olyan virtuális az egész. All over the world, so it's not so virtual anymore. I've seen this website. It's really... Láttam én is ezt a weboldalt, valóban nagyon színes. Érdekes kérdés ez, hogy miért is fontosak a cipők. Például édesanyám megtartotta a nővérem legelső cipőjét, egészen picike. A cipőknek többféle jelentése is lehet, nem csak hétköznapi. Like in everyday life. Yeah, and what I really like, shoes can change. Igen, és amit nagyon szeretek, hogy a cipők meg tudják változtatni az ember érzéseit vagy kinézetét. Itt van most rajtam ez a ruha. Ha strandpapucsot veszek fel, vagy magas sarkút, teljesen másképp néz ki az egész. If I put on high heels, it looks totally different than when I have funny sneakers with. Vagy például egy vicces sportcipőt veszek fel hozzá állatos matricákkal, vagy egy cipőt, aminek szárnyai vannak. Ezekre az emberek mindig reagálnak. Van például cipőm Kobe-tól, az emberek meglátják, és rögtön beszélgetni kezdenek róla, mosolyognak. Szóval a cipők igenis meg tudják változtatni az érzéseidet, a külsődet. Egy kis statisztika. Hány pár cipője és csizmája van? Shoes and boots do you have? Yeah, I think I have about 100 pairs.
Úgy nagyjából 100, többnyire tornacipőt hordok. Amióta kiállításokat szervezek, mindig vásárolok cipőket a kiállítóktól is magáncélra. Így vannak hétköznapi cipőim is, illetve néhány pár extrém magas sarkakkal. Fel tudom húzni ezeket, de járni nem tudok bennük. Emellett van művészi cipőgyűjteményem is, és még mindig gyűjtök. From all continents, I think. Yeah, I'm still collecting. Volt ideje körbetekinteni városunkban? Igen, és imádom. Én csak Budapestet ismertem, így örülök, hogy itt lehetek, és szeretném meglátogatni a múzeumokat. Nagyon színes város, és csodálatos történelmi épületei vannak, úgyhogy hamarosan visszatérek. És mit gondol a pécsiek cipőiről? Mert biztos vagyok benne, hogy ezt is figyelte. Nagyjából ugyanolyanok, mint amilyeneket Hollandiában vagy Angliában viselnek az emberek. Nem emlékszem, hogy találkoztam volna az utcán különlegességgel abban a 4 napban, amióta itt vagyok, de remélem, hogy amikor szeptemberben visszatérek, addigra ez megváltozik a kiállításnak köszönhetően. A kiállításhoz Liza invitálására csatlakozott a már említett Kobi Levi cipőtervező is, aki először jár Pécsett és Magyarországon, és a munkáit is első alkalommal láthatja személyesen a magyar közönség. Kobi is iskolásként szeretett bele a cipőkbe, első terveit középiskolásként készítette. Elsőként arról a munkájáról beszélgettünk, ami tőle jobbra látható, és amit elneveztem Tótágasnak. Amint Kobi Levi mondja, olyan dolgokat szeret készíteni, ami elgondolkodtatja az embereket. Amikor azt hiszik, tudják, hogy mit látnak, de aztán kiderül, hogy ez teljesen új. Ez mókás és szórakoztató, ez egy képesség, az én művészetem, mondja. Mikor kezdett el foglalkozni a cipőkkel és csizmákkal, hangzik el a kérdés, és a válasz hasonló a többiekéhez. Amikor gyerek volt? A középiskolában művészetet tanult, és mindenféle anyagból cipőket készített. A főiskolán tervezést és cipőkészítést tanult, de ismereteket szerzett az ortopéd cipők készítésének területén is. Mert hogy azt szerette volna, hogy a fantázia valósággá váljon, avagy az elképzelés viselhető cipővé. Mindegy, hogy valaki felveszi-e, de attól még használható. Hogyan születnek az ötletek? Hosszú éjszakákon, hosszú hétvégéken? Folyamatosan, mondja Kobi, akár most is tudnék kitalálni valamit. Vagy amikor a kislányommal vagyok, vagy amikor kutyát sétáltatok, bármikor. Mindig a cipők járnak a fejemben. Az egyik pár csizma itt a kiállításon, ha jól értettem, Lady Gaga számára készült. Nos, mondja Kobi, a csizma korábban elkészült, aztán egyszer meglátta a stylistja, és szerette volna, ha bekerül az egyik videóklipbe. Ez a csizma 12 évvel a videó előtt már készen volt, de bekerült a klipbe, és nagyszerű volt. Miképpen lett a pécsi kiállítás tagja a Szerencsés hármasban? Ó, több tervező is van itt háromnál, mondja Kobi. Lizának van ugye a virtuális cipőmúzeuma, és az én cipőim is szerepelnek ott. Ambrose is tervező és oktató, és alapvetően ők választanak. Én csak egy vagyok a tervezők közül, de nagyon jó érzés itt lenni, bár nincs itt minden, amit alkottam. Végül hadd kérjem meg, hogy meséljen egy kicsit arról a cipőről, amit éppen visel. Your shoes. Usually as a designer, you always try to make things so accurate. Nos, tervezőként az ember igyekszik a lehető legpontosabban dolgozni. Mint például, amikor a gyerekek színeznek és igyekeznek mindig a vonalon belül maradni. Ez a cipőm egy sorozat része, aminek a címe a hiba megtervezése. Ezen a cipőn a színek elfutnak a mintától. Az emberek, akik szeretnek mindent rendben, a helyükön látni, megbolondulnak ettől, mert szeretnék helyre rakni. Így működik a design. Ha a cél az, hogy szándékosan hibás legyen, a folyamat közben akkor is nagyon nehéz elérni ezt a célt. Olyan erről beszélni, mint a tökéletességre vágyni. Egy nagyon fontos dolog van,
viszont, hogy ezt amikor vége van ennek a rendezvénynek, akkor kérem vissza. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, sok sikert, nézzétek egymás előadásait kíváncsian, drukkolva, egymást biztatva, és aki esetleg erre a pályára adja a fejét, annak már most sok sikert kívánok. A kulcsot pedig fogadjátok szeretettel, hajrá, jó munkát, sok sikert, jó előadást, enjoy! Ötödik alkalommal rendeztek Pécsett Országos Diákszínházi Fesztivált. A közönség a három nap során három helyszínen 130 előadást tekinthetett meg, több mint 1600 színjátszó lépett a színpadra. A Pécsi Nemzeti Színház igazgatója Lipit Zsolt jelképesen átadta a színház kulcsát a fesztivál résztvevőinek. A fiatalokat Pécs részéről a Kulturális Bizottság elnöke P. Horváth Tamás is köszöntötte Zag Gábor alpolgármester nevében. Istenhoz szólt önöket, titeket Pécsen, nagyon örülök, hogy köszönthetlek titeket. Úgy volt, hogy az alpolgármester úr jön köszönteni a fesztivált, de a trianoni események közben szóltak, hogy el kell menjen kosúzni. Úgyhogy engem küldtek, én vagyok a szamáraló helyett most. De hogy ne érjen szó, hát felolvasom, amit ő gondolt nektek mondani. Kedves diák, tanárok, kedves megjelentek! Nagy örömmel szolgál, hogy a tavalyi sikeres rendezés után idén is városunkat otthont az Országos Diákszínházi Fesztivál két napján. A Diákszínjátszó Fesztivált ebben a formájában ötödik alkalommal rendezték meg, de az esemény hagyományai több mint három évtizedre nyúlnak vissza. Pontosan jól megfogalmazva, van egy olyan hangulata, van egy olyan életérzése az egésznek, hogy igaz, hogy ez még csak az ötödik találkozó, de valójában 34 éve zajlik évről évre ez a rendezvény, csak 5 évvel ezelőtt egy kicsit szétválasztódott, és két rendezvény van egyszerre. Tehát 34 éve van egy olyan varázsa annak a munkának, amit a diákok évről évre előadásokban létrehoznak, amit be akarnak mutatni. És az idei év annak ellen, hogy mindenhol elhangzik az, hogy mennyire nehéz, mennyire sok probléma van, soha ennyien még nem jelentkeztek. Több mint 130 előadás, több mint 1600 színjátszóval. Szóval ezek csodálatos számok, hogy az országban ennyien vannak, akik be akarják mutatni a nagy közönségnek az előadásaikat. Tóth Zoltán úgy véli, nagyon fontos, hogy azok a fiatalok, akik középiskolásként színházzal, színjátszással foglalkoznak, részt tudjanak venni az eseményen, hiszen az itt szerzett tapasztalatok által válhatnak alkotókká a színház világában. Nem támasztunk mindig plusz extra dolgokat, hiszen ez egy évről évre megismétlődő esemény. Én azt gondolom, hogy ha azok a gyerekek, akik 3-4-5 évig színházzal, színjátszással foglalkoznak középiskolás korukban, fontos, hogy eljussanak erre az eseményre, fontos, hogy megkapják azt az impulzust, amivel igazi színházi alkotókká, kreatív alkotókká, színházfogyasztókká válnak. Itt az a fontos, hogy évről évre legyen egy olyan folyamat, amiből bekerülve a gyermek, a diák, a fiatal felnőtt kapjon egy impulzust, ami őt tovább tereli a színház, a művészet világába, hogy az az életnek a része, az életnek a fontos támasza és oszlopa, illetőleg az, hogy jó lesen neki. Ki itt az úr? Ki itt az úr? Egy nemes herceg. Lélegethoz. Hogy hívják? Orzino. Apám, beszéltem róla, akkor még bőven volt, most is az. Bár elkezdtek sutogni valamit, hogy tud valahol a szép Olivier. Az országos fesztivált az elmúlt hónapokban rendezett regionális fordulók előzték meg, és minden térségből a szakmai zsűri döntése alapján egy-egy előadás juthatott tovább. Így állt össze a három nap programja. A művészeti vezetőt arról kérdeztük, milyen elvek határozták meg az előadások sorrendjét. Igazából 8 regionális forduló volt az országban a tavasz során, egészen március közepétől a pünkösdi hétvégéig. Debrecenben, Nyíregyházán, Budapesten, három helyszínen, Győrben, Pécsen, Csurgon,
Abán, hú, és remélem nem hagytam ki senkit, Kecskeméten és Szentesen, és talán így teljes a lista. Ezeken a regionális találkozókon több mint 100 csoport mutatkozott be, egészen pontosan 118 csoport, 1500 résztvevővel, és minden helyszínen különböző szakmai zsűri bírálta el ezeket az előadásokat, és minden régióval egy-egy előadás juthatott tovább. És így alakul ki igazából a program, és ebben az előadások sorában van művészeti iskolából jövő előadás, és van olyan hagyományos színjátszó körbe jövő előadás, akik mondjuk hetente csak egyszer találkoznak két órában, nyilván a művészeti iskolások ezt több óra számban űzik mondjuk a helyi iskolájukban. Az előadások közötti szünetekben szakmai beszélgetések tarkították a fesztivált, amelyeken a zsűri tagjai tettek észrevételeket a színjátszók, csoportvezetők, rendezők teljesítményét illetően. Nagyon sokan kamaraszínházi előadást hoznak létre, mert a diákok olyan terekben tudnak próbálni évközben. Talán ami ilyen szempont az az, hogy mondjuk komédia és a tragédia, vagy valahogy a komoly és a vicces az váltsa egymást, ne az legyen, hogy beülünk három előadásra, és aztán utána teljesen lejövünk az életre, ahogy a fiatalok szokták mondani, hanem valami ilyen változatosság, hangulati változatosság mindenképp legyen az előadásokban. Ezeket az előadásokat szakmai beszélgetések szakítják meg, ahol a három zsűri minden esetben valamilyen kritikai észrevételt fogalmaz meg, illetve nyilván pozitívan is bírálja a gyerekeknek az előadását, hogy hogyan működtek, hogyan dolgoztak, illetve a csoportvezetők, rendezők is kaptak néhány útra való gondolatot. Van egy díjazás, a zsűri kioszt egy fődíjat, legjobb előadás fődíját, egy legjobb férfi és egy legjobb női egyéni díjat, illetve különböző csoportos és egyéni díjakat is oszthat ízlés szerint. Amit lát, amit szívesen kiemelne, azt majd mindenképp egy oklevél egy díj formájában átadja a csoportoknak. Fődíjat kapott a Lovasi Színpad előadása, az Anyasebek Elektraumák című játék, külön díjas lett a Vén Tapacs nevű csoport a Zsengék című előadással. A díjazottak teljes listája megtekinthető az Országos Diák Színjátszó Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták. Örülök, hogy velünk tartottak, várom önöket jövő hétfőn is. Viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.